Farsangot rendezett a Bólyai János Katolikus Általános Iskola szerencsén a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban február 3-án. A rendezvényen az alsó tagozatos gyermekek vettek részt. Az eseményt a 8-osok keringője nyitotta meg. Az első és a második osztályos kisdiákok egyénileg öltöztek be az általuk választott jelmezbe. Az idén a gyerekek közül többen Szonika sündisznó alakját öltötték magukra, de a lányok körében Elza hercegnő volt a népszerű, aki a Jégvarázs című mesében szerepelt. A gyermekek boldogan sétáltak körbe a sportcsarnokba, és mutatták be az általuk megformált jelmezeket. A harmadik és a negyedik osztályosok közös produkciókkal készültek. A harmadik A-osztályos tanulók matróznak öltöztek be, és egy produkcióval is készültek. A harmadik B-osztályosok pedig spanyol táncosok voltak, és egy fantasztikus tánccal szórakoztatták a közönséget. C-osztályosok a Táncoló Közeg című műsorukkal kedveskedtek a jelenlévőknek. A negyedikes gyerekek táncokkal készültek, Mary Poppins vidám színek előadásukkal kápráztatták el a közönséget. A B-osztályos tanulók a Kelp Your Hands című számra táncoltak. Thank you.
diákok vidám és szórakoztató péntek délután tölthettek együtt a Farsang jegyében. Az ötletes jelmezek, a kitűnő produkciók, a gyerekek, a szülők és a pedagógusok kreativitását és együttműködését is bizonyította. A közösségi élmény pedig elősegíti a kisdiákok egymáshoz, az osztályközösséghez és az iskolához történő kötődését.